Szeretettel köszöntünk mindenkit. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegez egymás kortól nemtől függetlenül. Veszek egy nagy levegőt, tartozom nektek egy vallomással. Szedlacsik Miklós és Ibolya már tudja, hogy miről lesz szó. Én nem voltam mindig ilyen ember. Képzeljétek el. 27 évvel ezelőtt egy egész más életre vágytam. Azt se tudtam, hogy mit akarok és hogy csinálom. Semmi tudás nem volt igazából semmihez. És miért mondom ezt nektek? Volt a héten elég mélyre vívő beszélgetésünk egy pár hölgy tanulónkkal, akik nehezményezték, hogy a párjuk, akikkel x ideje együtt vannak, milyen emberek. És olyat is hallottam, kézzétek el, hogy az volt a fejükben, hogy bárcsak olyan lenne, mint Tusek. Vagy kapna egy olyat, mint Tusek, akinek még nincsen. És néztem az Ibolyát, aki mellettem ült, mosolyogtunk. Megkérdeztem a hölgyet, biztos, hogy ilyet szeretnél. Mert te mondom, nem tudod, milyen volt a Tusek. És mondom, az Ibolya 27 éves életemet tudja, mert közösen amit leéltünk, és ha tudnád, hogy... Akkor most nem azt mondom, hogy mit csináltunk egymással, hanem hogy én mit csináltam ő mellettem, mert ő nem hullámzott úgy, mint én, hol az egekben voltam. Hol lent, igaz? És mindent kipróbáltunk, és vittem magammal, és hagyta. Sokszor tönkre mentünk bele anyagilag. Ilyen is volt. Mentálisan óriási problémákat okoztam, nem csak magamnak, hanem a környezetemben lévő embereknek. És én elmondtam ezeknek a hölgyeknek, de szerintem ez oda-vissza lehet, urak is magukra gondolhatnak, hogy ne sajnáljátok az időt arra, hogy változzatok, és az energiát se. Mint ahogy mi nem sajnáltuk Ibolyával, hogy műveljük egymást, és hallgassuk az előadásokat, és ha nem megy, ami ahogy bukfencezik benned az energia, mert azért se csinálom meg, mert az ego ott van és makacskodik benned, azért is megcsinálom. Még ha nem esik jól, akkor is, mit tudom, napokig rosszul vagyok tőle, ami nem látszik kifele, csak befele, csak úgy mondom, de nem vagyok jól tőle, akkor is megcsinálom, mert utána egy jobb élet jön ki belőle. És ezt hozta el nekünk az, hogy összetom kötni a szervezéssel. Tehát amíg mi úgy akartunk fejlődni, hogy hát majd mi otthon fejlődünk ketten, vagy néha elmegyünk előadásokra, az nem működött. Idejöttünk, lett csapatunk, számtalan, felejthetetlen pillanatot okoztak már nekünk a gyerekeink, többek között a vasárnap szereplő Lagzi házaspár is, ezúton köszönjük. És még sokan mások, és remélem, hogy sokan követni fogják ezt az utat, mert ez mindenkinek ott van a lehetőség, aki PPH-s. Elgondoltátok már? Olyan lehetőséged van, hogy tanul lehetsz, de hogy? Otthon hallgatod. Nem kell menni sehol. Szervezhetsz. Hogy szervezhetsz? Minden le van írva. Kaptál hozzá lehetőséget. Kaptál egy szervezetet. Mindennek kaptál. Nem kell hozzá lóvé. Nem kell menni sehova. Tudjátok, mi kell hozzá? Hogy az egót összévenne egy kicsit. Magad mellé állítan az egódat. Ez kell hozzá. És aztán kaptad hozzá azt, hogy csapatod lehet. Hol lehet csapatod máshol? Aztán megkaptad a teremtőitől a segítséget, hogy olyan emberé válsz, aki fordít a föld sorsán. Jó, most már kicsit kijebb mentem ebbe a lehetőségbe. Milyen mester a Szedlacsik Miklós? Hol találtok ilyen mestert, aki azt mondja, hogy legyen jobb, mint ő? Vagy ilyen türelmes? Mert azért én jöttem fura helyzetekkel már. Akkor felhívtam, hogy na most akkor ebbe mondjon valamit, és mindig megoldottuk. Ezek óriási dolgok, igaz, Ibolya? Ez így van. Ez valóban így van, egyébként még annyit fűznék hozzá, nagyon sok mindent elmondtál, hogy az igazi fejlődés, én is rájöttem egyébként, hogy csapat nélkül nem megy. Tehát oké, megkapjuk a tudást, vannak dolgok, módszerek, amit persze be tudok építeni, de ahhoz, hogy valóban tudjak fejlődni, ahhoz meg kell tanulni egyik az, amit én nem megtapasztaltam, vagy megtapasztalunk, embereket vezetni. A másik pedig az, hogy vannak embereid, és mit vagyunk az embereknek, mint ahogy más vezetők is, és jönnek a kérdések. És tehát azáltal, hogy neki tudunk segíteni,
ő is ugyanúgy fejlődik, meg én is ugyanúgy fejlődöm. Tehát csapat nélkül valóban hatalmas fejlődés megy végig az életünkben. Csapattal. Csapattal, igen, igen, igen. Meg a másik az, hogy tényleg ilyen emberek, olyan emberekkel tudok együtt lenni, akikkel egy a célunk. Ennél hatalmasabb dolog, higgyétek el, hogy nincs. Nincs. Hogy olyan dolgot teszünk, amiért, tehát az emberekért tesszük. Mit is mondhatnánk még erre? Vettem egy nagy levegőt. Úgyhogy mindenkinek jó fejlődést kívánok, aztán mérlegeljétek, hogy mit kaptatok. Mert én már számtalanszor átéltem azt, hogy hát ne tudjátok meg, hogy milyen hetünk volt most hétfőtől szerdáig, valami elképesztő. Tehát olyan események forogtak itt leföl megint, hogy hú, valami bajának ez kemény. Még az úton jöttünk, akkor is kaptunk egy olyan telefont, hogy amit nem mondok el senkinek, csak a mikrósra osztottam meg, hogy ha nem lennénk itt, és nem lennénk PPH-sok, szerintem otthon ülnénk és bámulnánk ki a fejünkből, hogy ezt most hogy fogjuk lekezelni, meg átélni, meg mi lesz velünk ezután. Valóban. Tehát olyan egyszerű lenne ego nélkül. Ugye? És a Szedlacsik Miklós mond dolgokat, hogy ez ezért, az azért, otthon betalál, mérlegeljél. Nekem is sokszor betalált, nagyon sokszor. Nagyon sokszor dúzogtam. Hányan mondták már azt, hogy magukra ismertek benne? Biztos valaki elmondta a Miklósnak, azért mondja most nekem. Közben az egész világon nézik. Azt lehet, hogy nem is ismer. Sőt, nagy valószínűséggel nem is ismert téged személyesen. Csak valahogy oda megsúgták neki, hogy mit kell mondani a többieknek. Hogy azok fejlődni tudjanak. Na hát akkor jó fejlődést kívánok mindenkinek. Ugye most személyiségfejlesztő coach fog következni, aminek az előadója ugye Szedlacsik Miklós lesz, akit már mindjárt ismerünk. Szeretném felkérni szervezetünk vezetőjét, hogy jöjjön és tartsa meg a képzést. Köszönjük szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Van egy olyan kérdésem, hogy mit tesztek annak érdekében, hogy jobban menjen a világ, jobb irányba mondjuk. És ugye van egy másik kérdésem is, hogy szerinted az emberek, akik ott a környezetedben élnek, tesznek valamit azért, hogy jobb irányba haladjon a világ? Vannak, akik azt gondolják, hogy hát én teszek, mert hogy tudom, gyűjtöm a szelektívet. És akkor ezzel tesz. Azt gondolja. Vagy mit tudom én, nem szemeltelek az utcán. De ha megnézed, akkor hát most ha nagyon nem akarom mondjuk olyan finoman kifejezni magamat, akkor azt mondanám, hogy ilyen általános elhűlés folyik, nem? Tehát ami azt jelenti, hogy csak ez az a baj azzal, hogy ez most lehet, hogy sok embernél talál. És úgy szoktuk tapasztalni, hogy valakinél talál valami kifejezés, akkor kilép a videónézésből. Mert ami fáj, az talál. Ha valami nem fáj, akkor az nem talál. Tehát ilyen szó szerint általános. Persze tisztelet a kivételeknek. Tehát, ha megnézed, vajon mondjuk a 2 évvel ezelőtthöz képest mondjuk anyagi szempontból jobban éled az életedet? Szerinted, ha megkérdeznéd az emberek többségét, akkor vajon erre mit mondaná?
vajon mondjuk boldogabb vagy, mint 2 évvel ezelőtt? A többség vajon mit mondaná erre? Túlnyomó többség. Van, aki boldogabb, de nem mindenki, nem? Sőt, túlnyomó többség biztos, hogy nem. És akkor egy érdekes dolgot tudom én látni, hogy ugye voltam ma például egy olyan helyen, egy nagy kertben, ahol ilyen egészségtermékekkel foglalkoznak. Tudjátok, mit láttam? Hát, hogy körülbelül minden második ember ott a nagy kertnél maszkban volt. Hát mondom, mi a manó? Új rendelet született? Én mintha azt látnám, hogy például akik egészséggel foglalkoznak, mintha azoknak a nagy része hipoander lenne, nem? Tehát ilyen képzelt beteg. Szó szerint. Tehát úgy, mintha durván körülbelül azoknak a fele legalább ilyen képzelt beteg lenne. Pedig ugye ha jobban megnézed, utána tudsz járni annak, hogy rákeresel a Google-ba, hogy hogyan lehet védettségi kártyát szerezni. És akkor a legtöbb ember azt gondolja, hogy az be kell magát oltatnia. Közben meg mindenütt le van írva, hogy hát hogyha átestél rajta, amit lehet, hogy nem is tudsz, ez is bele van írva, hogy nem is tudod, hogy átestél rajta, és már kialakult benned a védettség, és ha ezt ki tudják mutatni, ezt a védettséget saját magadban, akkor levesznek tőled egy pár milliliter vért, és abból aznap ki tudják mutatni, hogy vajon ezzel a vírussal szemben, ami most van, védett vagy-e? És ha védett vagy, akkor intézheted a védettségi kártyádat. Ezzel szemben a legtöbb embernek erről fogalma nincs. Miért? Mert ezt valamilyen érdekes módon a médiából egy hangot nem hallasz róla. És ha valakinek védettségi kártyája van, tök mindegy, hogy ilyen vagy olyan, annyi a különbség a kettő közt, hogy az egyik az hosszabb ideig tart, a másik az rövid ideig. Tehát rövidebb ideig. Az egyik az 6 hónapos, a másik meg 3 hónapos. Melyik a 3 hónapos? Hát valaki azt mondja, hogy 4, van, aki azt mondja, hogy 3, mindegy. És lényeg az, hogy azon van egy dátum arról, hogy meddig tart. Szóval lényeg az, hogy de nem kell ahhoz beoltatni magad, hogy ugyanolyan jogosultságai legyenek védettségi kártyával, mint aki beoltotta magát. Na most Magyarországon ugye az emberek többsége beoltotta magát. Na most onnantól kezdve gondoljuk végig, hát arról szólt a propaganda, hogy azért kell beoltatnom magadat, hogy ne betegedj meg. Akkor minek a maszk? Akkor minek a maszk? Akkor miért vesznek föl maszkot is? Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy hol holdják ezeket a maszkokat? Hát az egészségügyben, nem? Eredendően a műtősök hordták ezeket a maszkokat. Nem azért, hogy ne kapjanak el valamit a betegtől, akit műtenek, hanem hogy ne fertőzzék meg a beteget. Értitek? Hát még egyszer mondom, műtősök használtak maszkot azért,
hogy ne fertőzzék meg a beteget. Nem fordítva. Ezek a majdnem kimondtam milyen agyúak, meg azt hiszik, hogy ezáltal ők nem kapják el, hogy védettek. Nehogy már nekem azt mondják, hogy ők annyira humánusak, hogy így védik a társaikat, akiken nincs maszk. Szóval ebből látni, hogy akkora elhűlés van itt, hogy valami hihetetlen. Hát feltalálták az internetet már elég régen, méghozzá a lakosság számára is. Amin utána lehet olvasni dolgoknak. Utána tudsz olvasni annak, hogy mi a konkrét jogszabály. Attól, hogy a média mond valamit, attól még nem biztos, hogy a teljes jogszabályt felolvassák neked a médiában. És lehet, hogy hiányoznak belőle részletek. Miért nem nézel utána? Beoltatod magad valami olyannal, amiben nem tudod, hogy mi van? Hát ezt úgy hívják, hogy elmebetegség. Hát beveszel egy gyógyszert, el tudod olvasni, hogy mi van benne. Mit vettél be? Vagy nem? Sőt, azt is el tudod olvasni rajta. A leírásban természetesen. Hogy abból hányan betegedtek meg ilyen-olyan mellékhatásról beszélek. Ilyen-olyan tünettel, vagy akár hányan haltak meg. Mit tudom én, 10 000-ből, vagy 100 000-ből, vagy 1 millióból, mindegy. Tele van írva. És te, aki beoltattad magadat, láttál ilyen leírást? Elmebetegség, erre annyit tudok mondani. Másik az. Úgyhogy kicsit visszamegyünk. Hát miért hoznak olyan rendeleteket, amit szigorító? Hát mert a gyakorlatilag a lakosság gerjeszti. Hogy? Megfázik, és elmegy megvizsgáltatni magát, hogy nem-e covidos. Érted? És persze, hogy megtalálják benne a covid vírust. Érted? És akkor növeli a statisztikát. A hülyeség fájna, akkor ordítanátok, komolyan mondom. Hát ezzel növelik 2 éve a statisztikákat, érted? Hogy mit tudom, van egy náthályes rohan megvizsgáltatni magát, hogy ő hát ha covidos. És akkor persze, hogy találnak benne covid vírust. Hát kiben nem találnak? Olyan ritka az, hogy valakiben ne találjon a covid vírust, mint mondjuk a fehér holló körülbelül. Oké? Okay. És akkor megállapítják, rögtön ugye azt mondják, hogy covidos. És akkor húznak egy stigulát, hogy na, egyet több. És akkor így lehet generálni szépen a számokat. És akkor lehet elérni vele, hogy mindenféle olyan reakciója legyen a kormánynak, aminek a legtöbb ember pedig nem örül. Hát itt igen, eláljátok a számokat. Mondom, ha a hülyeség fájna, emberek ordítoznának. Még jó, hogy nem fáj. Képzeld, nem tudná az utcán beszélgetni, mert mindenki ordítana. Szóval, lényeg az, hogy mit lehet tenni ebben a nagy hülyeséggel szemben? Vagy elhűléssel szemben? Hát azt, hogy jártál iskolába, nem?
és rá voltál valamilyen szinten kényszerítve, hogy tanulj, nem? Tehát tudod, mi az, hogy tanulás? Nem? Megtanítottak ott olvasni, nem? Nem csak van egy képességed, hogy hallasz meg látsz, hanem olvasni is tudsz. Ezáltal esetlegesen utána tudsz olvasni dolgoknak, nem? Vagy a legtöbb ember csak hall meg lát, nézi a tévét és hallgatja azt benne, amit mondanak. És mit az olvasást elfelejtették volna? Hát utána lehet olvasni dolgoknak. Tehát lényeg az, hogy itt vagyunk, elérték. Hogy ilyen furcsa mód működjenek az emberek, finoman fogalmazva. Furcsa mód. Képzeld el, azt mondták volna neked ezelőtt 10 évvel, hogy ilyen lesz. Rögtél volna egy jót. Tuti. Kirögtük volna az egészet, nem? Ezt ilyet nem lehet csinálni az emberekkel. Nem annyira hülyék. Ezt mondtuk volna pár évvel ezelőtt, nem? Mondjuk 10 évvel ezelőtt. De megcsinálták. Sőt, az emberek maguk megcsinálták, maguknak. Hát maguknak csinálták meg. Hát gondold végig, hát tavaly is ugyanez volt, hogy az emberek, mit tudom, egy picit krákogott, azt ment vizsgáltatni magát, hogy nem covidos-e. És mivel még azt se tudták mi az, rögtön ráfogták, hogy az vagy. És akkor lehetett strigulázni egyet, több covidos. És akkor lehet mondani, hogy mit tudom én, lett új 1000 covidos egy nap alatt. Meg 1500, meg 2000, meg 5000, meg stb. Érted? És akkor lehet növelni a számokat. Hányszor haltál már bele az életedben a náthába például? Vagy a krákogásba? Vagy esetleg az influenzába? Hányszor haltál bele? Szerintem egyszer sem, mert itt vagy, nem? Nézel, hallgatsz engem, tehát nem haltál bele. Akkor onnantól kezdve miért gondolod azt, hogy ebbe bele fogsz halni? Ja, mert ezt mondja a média. Hát kik haltak bele? Hát egy kis utána lehet nézni, hogy kik haltak bele. Akiknek olyan betegségeik voltak, hogy írja a pont. Érted? Rátette az írja a pontot. Tehát annyira le volt gyengülve az immunrendszere, hogy elég volt neki, hogy rátegye az íra a pontot. Most mondok példát, jó? Nem a ezzel kapcsolatban, egy múltbéli példát. Például édesapám annak idején úgy halt meg, hogy hosszabb ideig volt ilyen hőemelkedése. De tudod miért? Mert az orvos bebeszélte neki 30 évvel azelőtt, hogy ő neki van 30 éve hátra. Stim? Tehát kivették a lépét 30 évvel azelőtt, mert hogy vérzékeny volt. És akkor így kezelték. Kivették. És azt mondták, hogy hó, az orvos, a professzor, aki műtötte, hogy ötöve még nyugodtan élhet 30 évet. Mikor halt meg? 30 évre rá. De hogy? Hát úgy, hogy generálta magának a betegséget. Tehát generál te is magadnak a betegséget. Jó, csak úgy mondom példaként. Generálta magának a betegséget utolsó időszakában. De mivel nem volt beteg, ezért ilyen hőemelkedést generált magának. Nyilván nem szedett különösebb vitaminokat, semmit, az immunrendszerét legyengítette, mert hónapokig ilyen hőemelkedése volt. Megcsípte egy bogár. Karján. És annak hatására, tehát nem tudni milyen bogár volt, annak hatása, hogy belilult meg stb. Olyan rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani, és 2 héten belül tüdőgyulladásban meghalt a kórházban. Érted?
Tehát ő maga generálta a betegséget. Na, mondok másik példát, jó? Édesanyám pár évvel ezelőtt elkezdte mondogatni magában, hogy jaj, de beteg vagyok. Az ég adta világon, semmi baja nem volt, jó? Maradjunk ennyibe. Tehát belgyógyászatilag semmit nem tudtak megállapítani, és fizikailag is gyakorlatilag semmi baja nem volt. De mondtam mindig rendszeres, hogy jaj, de beteg vagy, és mondtam neki, hogy ne csináld, mert tényleg az leszel. Addig mondtam, míg tényleg az lett. Érted? És most pont ebbe az utcába szaladtak bele az emberek. Ha egy kicsit valami baja van, ilyen légúti tünet, ha rögtön szaladnak és teszteltetik magukat, hogy nem covidosok-e. Hát ugye a körzetik is mit csinálna? Fölhívja valaki a körzetet, és mondja a tünetet, mondják meg, hogy covid. Ez egy stigula, érted? Egyre több covidos. Új, de jó, egyre több covidos. Generálódnak a számok. És akkor mit mondanak ugye az egészségügyi guruk, akik hipoanderek? Ó, hát akkor mindenki maszk, meg karantén, meg lezárás, meg nem mehet ide, meg nem mehet oda. Hát mert hipoanderek, mondom, a fele, ahogy látom, az egészséggel foglalkozóknak legalább a fele hipoander. Tehát képzelt beteg ilyen. Reszket a vírusoktól, meg a baktériumoktól, meg a gombáktól. Hát ugye aki az egészségügyben dolgozik, vagy dolgozott, azt, ezt biztos, hogy tudja. Én meg látom azokon, akik egészséggel foglalkoznak. Szóval a lényeg az, tehát nem mindenki, hogy legalább a fele. Érdekes világban élünk, nem? És mi a rá a megoldás? Tehát mi az elhűlés ellen a megoldás? Na kérdezem. Hát tanultál életedben, tudsz olvasni, van füled meg szemed legalábbis a legtöbb embernek. Akkor tudsz tanulni, nem? Hát még azok is tanulnak, akik nem látnak, érted? Úgyhogy mondjuk halva. Vagy akik nem hallanak, nem látnak tapintással, érted? Olvasnak. És akkor neked van füled, szemed, tapintásod, minden, és akkor körülnézel, és a legtöbb ember nem használja ki ezt a képességet, nem? Na majd addig nem használod ki ezt a képességedet, míg ezt elveszik tőled, azt a konyi. Érted? Na minek? Hát minek a fül, minek a szem, ha nem használod, nem? Ha csak hülyeségre használod, akkor minek? Gondold végig. Ez csak időkérdése, csak úgy mondom. Jó, tehát érdekes világban élünk, de hát mondom, mit lehet ezzel kapcsolatban tenni? Az előbb már mondtátok. Az elhűléssel szemben. Hát csak annyit, hogy tanuljunk, de mit tanuljunk? Tanuljunk egy új szakmát? Hát az kevés, az nem javítja a helyzetet az elhűléssel szemben. Az legfeljebb anyagi szinten hozhat esetleg valami változás, de elhűléssel szemben semmi megoldást nem tud adni, nem? Hát ott kezdődik a dolog, hogy vajon a legtöbb ember tudja, hogy ő saját maga hogy működik. Hát a, és akkor ugye a nagy okosok azt mondanak, hogy persze, hogy tudom. Hát van szemem, belenézek a tükörbe, látom, nem? És akkor azon nézek. Akkor van orrom, azon szaglok, van fülem, azon hallok, nem? És akkor így felsorolná, hogy milyen része az éppen mit csinál. Aha. És az egyéb dolgaid? Hogy például, miből állsz ő szer? Azt mondaná az ember, hát mit tudom én, van ilyen-olyan szervem, stb. Aha. És akkor megkérdezném, hogy és mi által tudsz gondolkodni? Hát mert vagy, van agyam. Aha,
az állatoknak is van, és mégse tudnak gondolkodni. Akkor te hogy tudsz? Hát, mert az evolúció azt mondja, hogy én, az ember már oda fejlődött, hogy gondolkodásra képes. Na, akkor fejleszd már az állatot, hogy gondolkodjon. Elég régen fejleszti az ember az állatot, hiszen mióta házasította már bizonyos állatokat, és tudnak gondolkodni. Nem. Akkor valami furcsaság van ebben kapcsolatban, nem? Nem furcsaság? Hát nincs olyan állat, amelyik gondolkodik. Van az ember, és kész. És mi miatt gondolkodunk? Hát mert akkor ezek szerint az ember egy kicsit másabb, mint a többi élőlény. Hát csak másabb lehet, nem? Ha az ember képes gondolkodni, az állat meg nem. Mi a gondolkodás? Az azt jelenti, hogy van egy probléma, egy gond, annak a megoldása. Ezt jelenti, nem véletlenül gondolkodásnak hívjuk, hogy van egy gond, ennek a megoldása. Kikísérletezték ezt, nagyon egyszerű kísérlet volt. Bizonyan láttatok már olyan gyerekjátékot, hogy ilyen gömb, és különböző idomlukak vannak, és egy bizonyos idomot csak egy bizonyos lukba lehet bedugni. Mit tudom, ilyen csillag, meg négyzet, meg téglalap, meg kör, meg ovális, meg rombusz, meg stb. Idomok, és csak az egy idomot egybe lehet bedugni, egy lukba. És akkor megcsinálták ezt egy csimpánzzal, meg egy gyerekkel. Úgy odaadták a csimpánznak, hogy kezdjen vele valamit, érted? Semmit nem tudott kezdeni vele. A gyerek meg rájött, kis idő után, hogy azokat be lehet oda dugni, azokat az idomokat a megfelelő helyre. Mert ezt úgy hívják, hogy gondolkodás, érted? Gondot megoldani. Tehát az azt jelenti, hogy képes kombinálni. Az állat ilyenre nem képes, pedig a csimpánz sokkal okosabb, értelmesebb, mint mondjuk egy kutya. Oké? Okay? És sokkal taníthatóbb is, mint például egy kutya, pedig vadállat. Lényeg az, hogy hát mi miatt vagyunk ilyenek. Nem érdekli az embereket azt, hogy miért vagyunk ilyenek. És akkor látjuk azt, hogy vannak olyan emberek, akik jól teszik a dolgukat, nem? És vannak olyan emberek, akik kevésbé jól teszik a dolgukat. És nem kellene tudni olyat, hogy például miért van az, hogy egyes emberek jobban teszik a dolgokat, mások meg rosszabbul teszik a dolgokat? Vagy miért van az, hogy például, ha te saját magadat megnézed, miért voltak olyan időszakaid, amikor jobban tetted a dolgaidat, és miért voltak olyan időszakaid, amikor rosszabbul tetted a dolgaidat? Vagy azt gondoljuk, hogy ez véletlen? Hát ezen a bolygón nincs semmi, ami véletlen. Nem véletlen, ennek pontos tudása van, hogy mikor egy ember jó dolgokat tesz, akkor miért tud jó dolgokat tenni? Amikor éppen hülyeségeket csinál, akkor miért tesz hülyeségeket? Ezt csak gondold végig. Mikor mondjuk dühös vagy? Csináltál már valamit jól? Ja, jól tudtál akkor verekedni például, az biztos. De azon kívül. Gondold végig. Vagy mikor éppen ilyen nagyon unott voltál, akkor hatalmas teljesítményekre voltál képes? És óriási eredményeket értél el? Ki van csukva? Ki van csukva? Tehát nem kellene esetleg ismerni az embernek a működését, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek, és nem kellene azt ismerni például, hogy hogyan legyünk olyanok, amilyennek szeretnénk, hogy legyünk. Tehát ez úgy működik, hogy egy olyan ember, aki leélte az életét mondjuk úgy gyerekkortól,
hogy nagyon rossz hangulatban, nagyon rossz állapotban, mert mondjuk úgy kezdődött az élete, hogy állandóan verték. Most az ilyen ember azt se tudja, mi az, hogy jó. De akivel történtek jó dolgok az életében, az tudja, mi az, hogy jó. És azok, amikor jó dolgok történtek veled, azok nem véletlenül történtek, hanem akkor annak megvan az oka, hogy miért történtek veled akkor jó dolgok. Vagy amikor rossz dolgok történtek, akkor miért történtek veled rossz dolgok? Nem kellene ezt tudni? Hát, ha lehetne csinálni valamit annak érdekében, hogy a jövőben több jó dolog történjen veled. Mert amikor veled rossz dolgok történnek, akkor te nem olyan vagy, mint mikor jó dolgok történnek. És nem azért vagy boldogabb, mikor jó dolgok történnek veled, mert jó dolgok történtek, hanem azért történtek jó dolgok, mert te boldogabb voltál. Opa. És amikor rossz dolgok történnek, nem azért lett neked rossz, mert rossz, nem azért érezted rosszul magad, mert rossz dolgok történtek, nem. Hanem azért, mert azt az eseményt megelőzte a te azon léted, hogy nem vagy jó állapotban. Érted? Tehát amikor az ember mondjuk dönt valamit, vagy cselekszik, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen állapotban teszi. Hogy mondjuk boldog állapotban teszi, vagy éppen beborult állapotban teszi. Egyáltalán nem mindegy. Mert a döntésnek olyan forma következménye lesz, ahogy az ember azt amilyen állapotban meghozza. Vagy a cselekvésnek szintúgy. Tehát nem kellene az embernek ismernie a saját működését ahhoz, hogy mondjuk tegyünk olyan dolgokat, amivel jobbá tudjuk tenni az életünket. Hát itt van rögtön 10 terület. Nézzük ezt a 10 területet. Itt van 10 terület. De nem lenne fontos, hogy megismerjük önmagunkat? Önmagunk működését. Hát ez az alap. Nem lenne fontos, hogy az ember sokkal jobban élvezze az életét? Nem lenne jobb? Hát azt látod, hogy kimész az utcára, és azt látod, hogy az embereken látszik, hogy mennyire élvezik az életüket. Ezt látod? Hát inkább ellenkezőleg, nem? Hát azt látni, hogy egyáltalán nem élvezik az életüket. Hát most gondold végig, évtizedeket úgy leélni, hogy nem élvezik az emberek az életüket. Ez a normális? Hát azt mondja erre valaki válaszként, mondjuk, hogy tudom, veszem az adást, hát azért vagyunk, hogy tehát azért csináljuk azt, hogy elmegyünk ide nyaralni, meg elmegyünk oda kirándulni, meg mit tudom, elmegyünk, szervezünk egy bulit, meg mit tudom én, piknikezünk, meg stb. Stb. És akkor jól érezzük magunkat. Ah, és mi van a többivel? Tehát én mikor azt látom, de én is csináltam ezeket, csak nem mostanában. Mert nincs rá szükségem már, hála Istennek. Tehát lényeg az, hogy gondold végig, mikor elmegy valaki mondjuk egy hétre nyaralni, vagy kettőre, és akkor tök jól érzi magát. De az elmúlik. Érted? Az elmúlik.
Na most, ha te csak úgy tudod elképzelni, hogy jól érezd magadat, hogy valamilyen szabadidős tevékenységet végzel, akkor annyi lóvédnak kéne lenni, hogy ezt megtedd. Hogy megtehesd. Világos ez? Na most ezáltal, hát azért a bolygón arányaiban ezt nem sokan tudják megtenni. Miért? Azt látod például, hogy a két leggazdagabb ember, ugye ki Magyarországon a két leggazdagabb, ugye egyik a Mészáros, a másik meg a, ugye a OTP-nek a vezére, a Csányi. Így van. Azt látod, hogy ők az életüket, tudom én, a nyaralásnak áldozzák, üdülésnek, pihenésnek áldozzák? Biztos, hogy nem. Pedig ők aztán megtehetnék. Mit tudom, annyi vagyonuk van, mint fél Budapestnek együtt. Érted? Mégse csinálják ezt. Mert lehet, hogy azt is meg lehet unni. Mert az ember az olyan, hogy rászokott unni dolgokra. Nem? Vagy nem? Hát ha valamit hosszabban ugyanazt csinál. Most már azt mondja, hogy 93-ban kezdtem el emberek képzésével foglalkozni, és 94 óta legalább hetente egy képzést tartok. 94 óta. Az azt jelenti, hogy 27 éve. Legalább hetente egy képzés, de nem 5 percet, hanem az minimum 3 óra volt. Tehát minimum 3 óra. Ugye most ez már heti 2, és hát ugye van olyan is, ami nem csak 3 óra, mert van olyan vasárnap, havonta egyszer, ami ugye ennél több. 2-szer annyi. Lényeg az, hogy képzeld el, nem untam meg. Képzeld el. Sőt, egyre jobban élvezem. Na, erre van a gombot. Pedig csinálom 27 éve. Azon túlmenően mit csinálok? Foglalkozok emberekkel. Tehát nekem az a foglalkozásom, hogy tanítok embereket, meg foglalkozok velük. Mit foglalkozok velük? Ha nem bekötöm a cipőjüket például, nem ilyen foglalkozás, hanem olyan, hogy ha van kérdésük, akkor válaszolok. Tehát ilyen személyes jellegű kérdés. Mit tudom én, ezekkel a területekkel kapcsolatban. Oké? Ezt csinálom 11 éve. De érdekes, nem untam meg. Sőt, egyre jobban élvezem. Érted? Ha lehet még talán jobban élvezni. Tehát akkor lehet, hogy van olyan tevékenység, amit az ember nem un meg. Jó kérdés, nem? Tehát van egy fontos dolog. Ha te valamivel foglalkozol, az neked energiát ad, vagy elvesz? Ez a kérdés. És akkor ezen belül van még egy kérdés. Hogy mekkora energiát ad, vagy mekkora energiát veszel? Mert ez sem mindegy. Nem? Nem mindegy. Ha az ember olyan dologgal foglalkozik, ami energiát ad az ő számára,
akkor az nem válik unalmassá. Ha olyan dolgot csinál az ember, ami nem ad energiát, vagy akár elvesz, hát az ember elég hamar ráun. És ha valami bőven ad energiát, akkor az ember aztán végképp nem unja meg. De hogyha az ember valamit akar csinálni, kinek mond valamit az, hogy Brian Tracy? Oké, szuper, nagyon jó. Ő egy oktató, egy a világon talán az egyik legismertebb oktató. Most már öreg, tehát ilyen 80 körül van. Én is voltam annak idején, mikor Magyarországon járt képzésén. Sőt, ugye egy csomó kazettám volt akkor annak idején, ami ugye át lett mentve hanganyagba, és mai napig megvan a számítógépemen, csak úgy mondanám. A képzéseit ugye régen annó hallgattam, és tanultam belőle. Milyen képzéseit? Hát a jellemzően neki inkább ilyen, hát ilyen kicsit üzleti jellegű képzései voltak. De az ember működésére vonatkozó is, természetesen. És őtől lehallottam, tudod mikor volt ez? Kb. 95-ben. Hogyha meghalok, akkor majd azt a sírfeladatot írják majd a síromra, hogy itt nyugszik egy olyan ember, aki sok ember életét tette jobbá. Érted? Na most neked mi a fészkes fenét fognak ráírni a sír feliratodra? Hm? Azt a szokásost? Hogy szívünkben örökké élsz? Vagy mit tudom én, valami hasonló? Jó kérdés, nem? És akkor mész a templomba, az van ilyen, vagy templomba, a temetőbe, érted? És azt látod, nem most, mostanában mész a temetőbe, mondjuk hamarosan jön ugye a halottak napja, nem vagyunk messze tőle, és akkor azt látod, hogy ilyen sablon szövegek ott vannak, nem? Miért? Hát sablon embernek sablon szöveg jár, nem? Nem? Na most vajon ezen a bolygón nem szorulnának rá az emberek arra, hogy tanítsuk őket? Nem szorulnának rá arra, hogy ha van valami személyes problémájuk, segítsük őket? Nem anyagi szempontból, tehát az éhezőnek nem pénzt kell adni, hanem meg kell tanítani halászni. Vagy nem halat kell adni, hanem meg kell tanítani halászni. Érted? Tehát meg kell tanítani, hogy tudjon pénzt keresni. Tehát bármilyen területen nem az a megoldás, hogy megoldod az ő problémáját, hanem az a megoldás, hogy adsz neki olyan tanácsot, amivel ő megoldja a problémáját. Érted? Tehát ma a világ nagyon rászorul, illetve az emberek nagyon rászorulnának arra, hogy kapjanak olyan információkat, ami jobbá tudja tenni az életüket. És tudod, milyen jó az, amikor azt látod, hogy embereknek jobban megy az életük? Annak ellenére, hogy a legtöbb embernek nem megy jobban, hanem rosszabbul. Érted? Mert nem az a lényeg, hogy mennyi a pénzed, hanem az a lényeg, hogy hogy érzed magad a bőrödben. És nem esetenként, hanem tartósan. Érted?
De hát gondold végig, egy ember hogy érezze magát jól a bőrében, ha mondjuk a családja nem jól érzi magát a bőrében? Hogy érezze jól magát mondjuk az a család, hogyha a környezetében lévő összes család rosszul érzi magát a bőrében? Hogy? Tehát nincs valami olyan érzésed, hogy kellene segíteni az embereken, hogy jobban boldoguljanak az életükben. Az elmúlt 11 évben foglalkozok főtevékenységben azzal, hogy az embereknek olyan tudást nyújtsak, amit a mindennapjaikban tudnak hasznosítani, ezzel már foglalkozok a 2000-es évek óta, csak nem nyilvánosan, hanem kizárólag vezető képzésen adtam át azt a tudást, amit már nem vezető képzésen adok át, hanem bárki számára, de 2011-ig vezető képzéseken adtam át. Na most maga a tudás az azt jelenti, hogy 2011 óta ezekkel a területekkel kapcsolatban konkrét kérdés felmerült valakiben, és feltette ezt a számomra. Nem tudok olyan kérdést senki föltenni, amire mondjuk max 3 percen belül nem tudtam volna válaszolni. Ez 2011-től. Azóta, mióta elkezdtem ezt főtevékenységben. És gondold végig, ez azt jelenti, hogy neked lehet akármilyen problémád, van rá megoldás. Érted? Nem is ez a probléma, hogy nincs megoldás, hanem az a probléma, hogy vajon hajlandó vagy-e tenni egy jobb életért. Ez a fő probléma. Vagy várod, hogy valami külső körülmény révén megoldódjon az a dolog. Tehát ugye, ha valakinek pénzügyi problémája van, akkor ugye úgy szokták mondani, hogy várja, hogy rászakadjon az OTP. De ugyanúgy bármilyen terület, amelyik nem úgy működik, ahogy kellene, a legtöbb ember hiába kap megoldást, várja, hogy valaki megoldja helyette. Tehát gondold végig, ha te kapsz egy problémát, akkor azért kaptad, mert meg is tudnád oldani. Tehát meg tudnád oldani. Tehát az ember nem kap olyan problémát, ez egy alap, amit nem tudsz megoldani. Nincs olyan probléma, van a világban, csak te számodra nincs olyan probléma, amit nem tudsz megoldani. Egy kérdés van, mivel szabad akarat van, hogy megteszed-e azt, amit meg kell? Hol meghozod-e azokat a döntéseket, amit meg kell? Ez a kérdés. Mert valahogy az embernek van egy, hát egy alapvető baja, és egyre inkább van az embernek, ahogy a technika fejlődik, ez a baja egyre inkább látható. Az, hogy az ember alapvetően lusta. Lusta. Tehát az embernek mindig volt ez a problémája, de mióta a technika fejlődik, lustulunk. De tényleg. Tehát azt gondoljuk, hogy valami más megoldja helyettünk azt a problémát.
nem tudom hány problémád oldódott meg az életedben magától. Nekem egy se. Egy se. Szerintem azok is, akik várják, hogy magától megoldódjon, nekik se oldódott meg egy se magától. És nem tanultak belőle. Tehát most gondold végig, az emberek a saját kárukon sem tanulnak. Nem kéne őket tanítani? De legalább a saját kárukon tanuljanak. Tehát egy olyan világban élünk, ahol a jó emberek nagyon nagy számmal vannak jelen a bolygón. A jó emberek aránya az 80% az egész bolygóra nézve. Az nem kis szám. Az durván 6,4 milliárd ember. És a jó emberek mit tesznek a jó jövő érdekében? Én kaptam egy olyan küldetést, amit én egyedül nem tudok megvalósítani. Amiben nekem társakra van szükségem. Ez a küldetés a következő. Hogy adjam át azt a tudást, amit én kapok, amit én szereztem, amit én megtapasztaltam. Adjam át. Miért? Mert az emberek addig nem tudnak boldogok lenni, ameddig tele vannak problémákkal. És ha az emberek meg tudják oldani a problémáikat, akkor egy jobb állapotba tudnak kerülni. És ha jobb állapotba tudnak kerülni, akkor nyitottabbá tudnak válni. És ha nyitottabbá tudnak válni, akkor már tanulni is akarnak. Egy olyan ember, aki nem nyitott, na az nem akar tanulni. Tehát inkább úgy mondanám, hogy aki nem akar tanulni, az nem nyitott. Tehát nincs olyan állapotban, olyan hangulatban, hogy ő nyitott legyen. Hány emberrel találkozunk a szervezés során, akik azt mondják, hogy hát nekik nincs szükségük tudásra. Hát ők már mindent tudnak. Hány emberrel találkozunk, akik azt mondják, hogy hát neki már van tanítója. Aha. És ez az a tanító mind a 10 életterületre tud adni tudást. Mert én tudok. De az a tanító minden életterületedre tud adni tudást. Lehet keresni olyan tanítót, aki visszatérve ide, hoppá, mind a 10 életterületre ad tudást. És olyat, hogy bármilyen elakadás van ezen a területen, ad tudást. Lehet keresni ilyet. Jó? Nem tudom, hogy lenne ilyen a bolygón rajtam kívül, és ez nem öndicséret, hanem ez a helyzet. Bár lenne. Tehát bár lenne. Bár nagyon sok lenne. Érted? De nincs. Olyanok vannak, akik egy-két területre, vagy két-három területre tudnak max tudást adni. És mi van a többivel? Hát az embernek akkor komplex az élete, hogyha ezeken a területeken, mert ez jelen van az életünkben, működtetjük ezeket a területeket. Tehát most gondold bele, hogyha valakinek van gyereke, és jól tudja a gyerekét nevelni, az sokkal jobb érzés, mint ha valakinek nincs gyereke, és azt mondja, hogy hát nekem nem kezd a területtel foglalkozni, mert nem született gyerekem. Érted?
Tehát ugye eleve ott kezdődik, hogy van egy mondás ezzel kapcsolatban, a gyerek boldogságot hoz a családba. Oké? Okay? És nem ugyanaz az érzés az örökbefogadás, mint a saját gyerek. Szóval a lényeg az, hogy vagy valaki már elvesztette a szüleit, de voltak neki, mert különben nem született volna meg. És nem kellene mégis tudást szerezni abban, hogyha valakinek már nincsenek szülei, és neki nem kell a szüleivel bánni, hogy ebben segítségére legyen másoknak, akik esetleg ezt nem túl jól csinálják. Vagy például vannak olyan dolgok, az például a szülőkkel, az elhalt emberekkel kapcsolatban, hogy hogyan rendezheted úgy a kapcsolatodat az elhalt emberrel. Érted? Hogy avval ne okozd magadnak karmát. Hoppá! Mert ugye egy emberrel kapcsolatban is lehet karmád, ami azt jelenti, hogy utána újra születtek, mind a kettő találkozik egymással az újra születés után, és úgy van kialakítva a helyzet, hogy létrejöjjön megint az a negatív ezéleti helyzetek, hogy az illető képes legyen annak a megoldására is, most vagy megoldja, vagy nem. Na, ezt például meg lehet oldani úgy, hogy már ő meghalt. Érted? Hogy ezt ne vidd tovább. Nem kellene az embernek ilyeneket tudni, mondjuk. Szóval a lényeg az, hogy egy csomó olyan dolog, és ez a terület. Jó, ez a tízes. Ez nem fizikai világ, ez szellemvilág. Oké? Okay? Tehát az ember még a szellemvilággal is rendezheti a kapcsolatát, mert a lelkünk az nem hal meg, mikor eltávozik a testünkből. Egy olyan világban élünk, ide visszatérve, hoppá, ezt kell nyomnom. Ahol az embernek tudásra van szüksége, és igazából nem sok választásunk van. Csinálhatjuk a saját kis játékainkat, addig, míg a fentiek be nem sokalnak. Az meg legkésőbb 2035-ben következhet be. Mert ugyanis 2035-ig kaptunk lehetőséget arra, hogy rálépjünk a változás útjára. És változás, változtatás nélkül nincs. Ami annyit jelent, hogy 2035-ig ezen a bolygón aranykornak kell lennie. Vagyis akik nem válnak alkalmassá az aranykorba kerüléshez, azok nem kerülhetnek be. És azért megnézem mondjuk a tanulóink nagy részét, korban úgy vannak, hogy simán túl kellene élni azt az időszakot. Simán. Mert hát az csak 14 év. Nem olyan sok az. Nem véletlenül hallottál olyanokat, hogy világ vége. És mikor hallottad a legtöbbször ezt a szót? 2012-ben, így van. Akkor például megkérdezték tőlem olyan tavasszal, 2012 tavaszán, hogy
Hát annyit beszélnek a világ végéről, lesz-e világ vége? Mondtam, hogy nem. Tehát nem lesz. Tehát a szó szerint értelmezve nem lesz. Mert ugye mondták, hogy hát decemberre mennyien jósoltak világ végét. És hogy lesz-e abban az évben világ vége? És mondtam, hogy nem lesz. És miért nem lett? Mert sokkal jó ember. De lett mégis egy világ vége, mert átmentünk egy átmeneti korszakba. Tehát átmentünk egy átmeneti korszakba. Ez az átmeneti korszak, ez 2035-ig tart. Az azt jelenti, hogy 2035 évelejéig, tehát 2034. december 31-ig tart. És mit jelent ez az átmeneti korszak? Most van a kiválasztódása annak, ebben a 14 évben, illetve 2012-től, akkor az, azt ha megnézzük, akkor mennyi? 23 év. Sőt, csak 22, nem? Mert 2014 év vége, 2012 év vége, igen, akkor az 22 év. Tehát ebben a 22 évben van a kiválasztódása annak, hogy ki az, aki akar fejlődni, ki az, aki nem. Ki az, aki akar változni, változtatni, ki az, aki nem. Ki az, aki azért nem mert, nem mert döntéseket hozni, vagy azért nem mert. Nem néz utána a dolgoknak, és elhisz mindent, amit mondanak nekik. És minél többet mondják, annál jobban elhiszi. És nem néz utána, hogy vajon úgy van-e vagy sem. Tehát itt most már folyik, azt mondja, hogy mennyi, 9 éve a kiválasztódás. De ez most tavalytól elkezdett felgyorsulni. És a felgyorsulás bizony nem fog megállni. Ami azt jelenti, hogy azt fogod látni, hogy nagyon-nagyon sokkal többen fognak meghalni, mint eddig, amennyien átlagosan meghaltak. Mert, tehát miért? Mert kiválasztódás van. Mert aki a esetében a fentiek látják azt, hogy esélye nincs annak, hogy ő változzon, változtasson, akkor az minek él? És ahogy a születésünk tőlük függ, ugyanúgy az elhalálozásunk is tőlük függ. Tehát magyarul olyan nincs, hogy egy ember tovább éljen annál, amit ők akarnak. Világos? Olyan van, hogy előbb meghal egy ember, mint ahogy ők akarták. De olyan nincs, hogy valaki tovább éljen, mint ahogy ők akarják. Világos ez? Szóval a lényeg az, hogy folyik a kiválasztódás, és gondold végig, hogy kik vannak a környezetedben, akiket szeretsz. Vagy kik lesznek a jövőben, akiket szeretni fogsz. Nem kellene elindítani őket a változás útján. De maguktól a legtöbb ember nem indul el. Kell nekik egy kis lökés, kis taszítás, hogy elinduljanak. Tanulunk most egy olyan képzést, ami az energiákról szól. Ez egy jó nagy téma, és itt vagyunk az elején. Nem a díjmentesben tanuljuk ezeket, hanem a coach képzéseken, ami nem díjmentes. És tanuljuk azt,
hogy ezek az energiák hogy hatnak ránk. És hogyan használhatjuk a különböző energiákat a jó cél érdekében. És lényeg az, hogy ez az egész a legkönnyebb formára van építve, a képzés, azt úgy hívják, hogy numerológia vagy számmisztika. És a számmisztika szerint, ugye meg mindnyájunk szerint is, van 9 számunk. Ugye plusz a nulla, de annak más a szerepe. Tehát van 1-től 9-ig a számok. És azt kellene megértened, hogy energetikailag úgy működnek a dolgok, hogy a 9 számból az első 6 az anyagi rezgésű. De van 3 szellemi rezgésű számunk. Ezt most azért mondom, hogy megértsük, hogy a szellemi dolgok ott vannak bennünk. Minden emberben. Tehát például, aki a múlt században született, az mindenkinek van a szellemiséggel kapcsolatos energiája. Mindenkinek. És mégis a legtöbb ember, mivel ezt nem tanították nekik, pedig kellett volna, hanem mit tanítottak? Az anyagot. Ők azt hiszik, hogy csak az anyag van a mi világunkban, egészségetekre. Pedig, mondom még egyszer, 3 számunk a szellemi energiákhoz kapcsolódik. Az ember ismerné, hogy elnézést, az ember ismerné az energiákat, akkor a szellemi energiáit is tudná mozgosítani. Oké? Nem csak az anyaggal kapcsolatos dolgokat. És ha így megnézzük, akkor energiát, mit segít? Tehát 6 szám az anyagi világban való boldogulás segíti. 3 szám pedig a szellemi világban való boldogulás segíti. És te csak az anyagot tanultad. Érted? Nekem is csak az anyagot tanították az iskolában, nem? Minden csak az anyaggal kapcsolatban tanította. Pedig maga a numerológia az több mint 2000 éves tudomány, a számmisztika. Pitagórásztól indult el? Ugye hallottuk ezt a nevet, mert tanultuk az általános iskolában. Ezt most csak azért mondtam, hogy nem kellene egy kicsit többet tudni azokról a dolgokról, amit nem tanítottak az iskolákban. Tehát nem kellene olyan dolgokkal is foglalkozni, ami az életünkre mégis hat annak ellenére, hogy nem tanultuk az iskolákban. És nem is kismértékben, mert mondom, a 9-ből 3 az szellemi szám. Nekünk az a dolgunk, itt PPA-soknak, hogy minél több embernek felnyissuk a szemét arra, hogy itt az ideje, hogy tanuljon. És itt az ideje, hogy az életén változtasson pozitív irányba. Ha te nem változol
mert nem változtatsz. De a világ az változik, amint látod. És az ember úgy működik, hogyha a világ változik, de ő nem, akkor a világhoz képest lemarad. És nem jobb lesz az életed. Tehát egy változott világban nem lehet úgy élni, ahogy éltél. Érted? Neked is változnod kell. És az ember csak akkor tud egy megváltozott világban boldogulni, hogyha ő is megváltozik. Világos ez? És nem a környezetedben lévő embereket kell megváltoztatni, hanem mindig az embereknek maguknak kell megváltozniuk. Én nem megváltoztatom az embereket, nem. Ők változnak maguktól. Érted? Én csak lehetőséget biztosítok arra, hogy változhassanak. Érted? És tudás természetesen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Ezről is köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus képzést. Én Gyuláról érkeztem, házasságban élek most már 25 éve, elmondhatom, hogy egyre boldogabb házasságban élünk. Civil foglalkozásom rendelőleg én kereskedelmit végeztem, aztán én ebben valameddig dolgoztam is, ahogy elvégeztem az iskolát, valameddig dolgoztam benne. Utána az alkalmazotti létből kikerültem, utána volt egy családi vállalkozásunk, és én megmondom nektek őszintén, hogy abba se éreztem igazán jól magam, bármennyire is valamilyen szinten magam főnöke voltam. De én mindig kerestem, úgy mondhatnám kereső voltam, hogy visszakaphassam azt, amit én igazából szerintem mindannyian gyerekkorunkban megéljük azt a szeretetet, azt a boldogságot. És én mindig kerestem, hogy hogy tudom én azt újra visszakapni. Aztán nagyon sok fele voltunk a párommal, és kerestük azt a tudást, kerestük azt a lehetőséget, ahol valóban megkapjuk. És nagyon sok idő eltelt. Ez alatt az idő alatt talán mondhatom azt, hogy az életemben még nehezebb dolgok lettek. Ezt arra értem, amit ki volt vetítve ez a 10 életterület. Ez legyen a párkapcsolatom. Vagy kezdjük valahogy önmagam. Igen, az egy jó terület. Igen, tehát ez a önmagammal való bánásmód. Tehát igazából avval is voltak problémáim. Ugyanúgy a párkapcsolat, vagy ugyanúgy utána, hogy megszületett a gyermek és a gyereknevelés. Én mindig nagyon szerettem és tisztelem a szüleimet, de én amikor felnőttem és láttam, hogy igazából nem kaptuk meg az iskolától, nem kapjuk meg azt a tudást, amivel az életbe tudunk boldogulni. De az ember úgy gondolja, hogy a szüleitől megkapja. És sajnos igazából őktőlük se kaptuk meg azt a tudást, amivel ebben az életben tudunk érvényesülni. És csodálatos úgy gyereket nevelni, ahol a tudással, amit én itt tanultam már a Szedlacsik Miklóstól. És csodálatos olyan példaképet mutatni a gyerekemnek, hogy ott tudok mutatni, amivel majd a későbbiekben ő is egy boldog emberré tud válni. Vagy úgy akár legyen a munkáddal. Nekem ott is, amikor alkalmazotti létben voltam, voltak problémáim, és ott se igazából tudtam úgy megoldani, hogy azok ne jöjjenek vissza. Ugyanúgy volt a anyagi területen problémáim, mert igazából ott se tanultuk meg azt, hogy valóban hogy bánjunk a pénzzel, hogy tudunk mi magunknak valóban akár egy tartalékot, tehát hogy ne csak föléjük, hanem az, hogy legyen egy tartalékod, vagy hogy ne ess bele egy jó kis hitelbe.
mi beleestünk abba is egyébként. Volt jó kis hitelünk, és nem volt könnyű abból is kimászni, de azt is itt megkaptuk a Szedlecsik Miklós tanításai által a segítséget. És rengeteg felismerést kaptam még itt a tanítás által, és most már azt tudom mondani, hogy csodálatos életet tudunk élni ebben a borzalmas világban is. Mert megvan hozzá megfelelő tudásunk. Én azt mondom azoknak az embereknek, akik már régebb óta hallgatnak minket, hogy ne gondolkozz rajta, gyere és próbáld ki, mint ahogy már itt hallottuk a Miklóstól is, hogy adj magadnak időt, legalább egy 3 hónapot, hogy lásd át, hogy mi az, amit itt kaphatsz, mi az, amit itt meg tudsz tanulni, módszereket, tudást, amit be tudsz építeni az életedben. Ne gondolkozz rajta, gyere és próbáld ki. Köszönjük, Jubaja. Eredendően az én civil foglalkozásom az vasesztergályos volt. Arról hamar kiderült, hogy az nem nekem való. Anyám mondta, hogy fiam, csinálj egy szakmát, aztán elmehetsz kamionsofőrnek, mert egész életemben kamionsofőr akartam lenni. Hát azt tartott vagy 20 évig, de közben próbáltam még vagy 12 szakmát. És még nem eljött a 33 éves korom, amikor is találkoztam spirituális dolgokkal, és elbűvölt egy új világ lehetősége. Már untam a fizikait. Mondom, tényleg vannak lehetőségek arra, hogy más emberekké váljunk itt a földi életben? Miket lehet tanulni? És belevetettük magunkat ebbe a keszekusza világba. Néha, ami meglepetéseket ad embereknek, sok ember tönkretesz egy kicsit, engem azt hiszem, milyen nétet? Szétszórtál. Meg olyan meggyőződéseim voltak, amik nem voltak igazak. És ezen az úton ugye találkoztunk a Szedlacsik Miklóssal, akkor már azt hittem, hogy mindent tudok, kiderült, hogy semmit. Hogy amit tudok, az nincs a helyén. Nem voltak helyén a dolgok. Ugye 27 éve vagyunk együtt, ebből 25 év házasság, és 7 éve vagyunk a Szedlacsik Miklóssal. A házasságunk alatt olyanokat csináltunk egymással, amit nem tudtok elképzelni. Az utóbbi 7 évben kiderült, hogy ezt lehet normálisan is csinálni. Emberi keretek közé összehozni. Ezt át lehet adni másoknak. Hát már csak ezért a részére megér itt lenni egyébként a párkapcsolati kisimulásokért. Igen, azért most a párkapcsolatról az jutott eszembe, hogy nem mindegy, hogy egy életen keresztül milyen viszony vagy a pároddal. Mert őt egy életre választod. Hát igen, az is egy élet. Igen. És ebből kéne valami jót kihozni, hogy hát kicsit most kapkodok a témákba, hogy generációs különbségek vannak köztünk, és így olyan mondja, hogy mit tanultunk a szüleinktől. Én hamar rájöttem, már még semmilyen spirituális tudásom nem volt, hogy egyszer veszekedtünk otthon, együtt voltunk vagy másfél éve, mondom, várjál már egy kicsit, Ibolya, én úgy veszekszek, mint az anyámék, te meg úgy, ahogy apukádék, hát olyan, mintha itt lennének, adjuk már abba. Csak hát nem volt tudás, hogy ezt kinyújtsuk, ezt a szegmenset az életünkben, micsoda generációs különbségek vannak köztünk. Lehet ebből szellemes dolgokat is csinálni, ugye képzeljétek el, hát a 1920-as években vagy utána a háborúk, és elmentek az emberek háborúba, hazajöttek, és leélte utána az életét boldogan, csinálta a gyereket, és minden rendben volt. Én meg azon tudok aggódni, hogy karcolás van az autón. A gyerekem azon aggódik, hogy lassú a telefonja. Hol vagyunk? Hol tartunk? Hogy nem tudunk megoldani dolgokat, vagy hogy nincs felvágott a boltba. Vagy megint maszkot kell hordani, meg kitalálták. Tehát hol vannak azok az emberek, akik a régi Magyarországon voltak, azok a férfiak? Valami nagy hiba van. Vissza kéne ezt tanulni. Eltűnt minden, ami nemes volt, és ami nemesített egy népet. Nincsenek meg a tartások, nincs helyén semmi. Erről meg most az jutott eszembe, hogy mondod, hogy a férfiak. Én most csak arról, hogy amikor volt a párkapcsolati coach hónapunk, vagy témák, én akkor jöttem rá, hogy én azt hittem, hogy úgy de jól csinálom a női szerepemet, és rájöttem, hogy nem. És fantasztikus. Azóta sokkal jobban csinál, és én ezt élvezem. Fantasztikus az, amikor megkapod azokat a módszereket, hogy aki melletted van férfi, hogy tudod őt fölemelni, és hogy tudod őt egy olyan férfivá tenni, aki neked mindent megtesz. Csodálatos így leélni az életed. És ezt hogy meg tudod csinálni a másikkal.
meg azt, hogy kezelni egymást. Még van lehetőség tovább is adni ezt az egészet, amikor már megéltük. Ez egy óriási dolog. Úgyhogy, ha nézel most minket, látod, milyenek vagyunk. Nem ilyenek voltunk. Sokkal rosszabb volt, sokkal jobb lett. És még mindig szerintem az út elején vagyunk. Ennél még mindig tovább lehet menni. Csak egy valami állt az utadba neked is, hogy ezt a fejlődést elkezd, az meg te vagy. Tükörben nézel, láthatod. Senki más. Sosem a világba kifelé lesz. Sosem akadályok fognak eléd görnülni. Ha akadályaid lesznek, azokat te vetíted ki. És visszajönnek szemből. Emberek formájába, problémák formájába. Ugye tanítja a Szedlacsik Miklós, hogy az emberek, ha valamit nem jól csinálnak, négy területen kapnak problémát. Betegség, baleset, anyagi, családi. Akkor most nézzétek meg a társadalmat. Betegség, baleset, anyagi, családi. Kinél nincs egy vagy kettő meg, vagy mind? Mert szerintem mindet átértük. Ez így van. Már nálunk minden volt, hogy ide érjünk, és akkor elkezdjen simulni az életed. És miért éri meg ezt csinálni? Mert már egy egész pici simulás az életedben olyan könnyebbséget tud adni, hogy más szemmel nézed ezt a valóságot is, amiben most élünk, ahol az emberiség nagy százaléka nem jó irányba rohan. Gondold ezt át otthon, és így mérlegelj, hogy elkezded-e vagy nem ezt a képzést. Köszönjük szépen. Ezek után 25 perc szünet fog következni, ami után ugye, akinek van lehetősége, végignézheti a második részt is, ami a személyiségfejlesztésről fog szólni, számmisztika numerológia bevezetésénél vagyunk most. Viszont ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. És most kezdődik a 25 perc szünet. Köszönöm szépen. Köszönjük.